gyors kiegészítés, mert megtalált most ezt a mondat, már elindultam tovább, de megtalált ez a mondat, hogy tényleg az nekem férfiként az élményem, hogy ahova behatolsz, ott felelősséged van. És kész. Ezt az egész negyedórás hőbörgést így tudom a legegyszerűbben mondani, hogy férfiként ahova behatolsz, ott felelősséged van. És akkor is felelősséged van, hogyha ez egy Amazon, és ő kezdeményez. Érdekes ez, hogy valahogy meghaladhatatlanul, nekem ez az élményem, vagy meghaladhatatlanul a férfinél van a felelősség, mert tényleg a nő megnyitja magát, és a férfi meg onnantól, hogy egy nő megnyitotta magát, azt csinál, amit akar. És valahogy a teremtés rendjébe ebből egyébként gyerekek születnek. És ez elképesztő felelősség. Tehát, hogy a szexualitás tényleg nem játék, hanem egy nagyon alapvető működése, nem is az embernek, a teremtésnek. Hogy férfi és nő egyesül, és ebből gyerekek születnek. És a nő megnyitja magát, és a férfi behatol. És ebből lesz a gyermek. És ilyen értelemben a férfinek felelőssége van. És akkor is felelőssége van, ha egyébként a nő kezdeményezett, a nő Amazon, a nő istennő állapotában lévő Amazon, akinek ez a fajta figyelem, ez a fajta törődés kell, aki ezt akár manipulatív eszközökkel kiváltja a férfiből, hogy már pedig én adjam az energiámat, de mindezzel együtt is a férfinek felelőssége van. Valahogy ennek a tudatos, felfedező, vándorló férfi korszaknak ez egy ilyen nagy megértése számomra, hogy az embernek felelőssége van ott, ahol behatol. És nem csak szexuális értelem egyébként, ez egy univerzális állítás az én élményem szerint, vagy egy univerzális igazság, hogy valahol a férfi dolga az, hogy behatoljon. Behatoljon dolgokba, behatoljon a világba, az ügy és a küldetés is egy behatolás a világba, ahogy én változást próbálok generálni, megtermékenyíteni a magam hozzáadott eszenciájával azt, ahogy a világ működik. És igazából ez működik a nagyba, az ügybe, a küldetésbe, és ez működik a kicsibe, a biológiába, a férfi és a női test vonatkozásában, hogy a gyerek születik, és ez működik a családokba, ez működik közösségekbe, hogy a férfi, amikor behatolott, felelősséget kell vállaljon. A férfinek fogalmilag dolga az, hogy helyesen mérje fel, hogy hova hatol be, és ott helyesen működjön, tehát felelősséget vállalva működjön, ahol ő behatol. És ilyen értelme nekem ez a szexuális kalandozás elképesztően kézzel fogható módon adta meg ezt az élményt, hogy mennyire, nem is azt, hogy a szexualitás mennyire értelmetlen, hogyha ott nincs felelősségvállás, meg nem születik belőle a kapcsolat, hanem általában az én életem mennyire értelmetlen, hogyha a szexuális vágya kiélése csak, amivel az időmet töltöm. Nekem ez volt a vágyú, nekem a szexualitás, ez annyira durva, nekem nők teste bizonyos értelemben, kimerem ezt mondani egyáltalán, de kimerem úgy tűnik, aztán, hogy feltöltöm a videót, majd meglátjuk. Tehát, hogy igazából a szexualitás és nők teste volt tulajdonképpen a vájú, ahogy tényleg, mint a tékozló fiú a moslékba, és nyilván a nők teste szent, nem így értem, a saját tetteim, meg a saját felelőtlenségem, meg a saját vágyaimnak ez a bináris, tényleg ilyen alacsonyrendű önzése volt az, amiben nekem így bele kellett ismételten verni a pofámat, hogy rádöbbenjek erre. Hogy rádöbbenjek erre, és valahogy így ez az egész átkattonjon, és elinduljak egy olyan úton, ami már nem a vágyaim kielégítéséről szól, mint a szexuális kalandozás ideje, mert az erről szólt, hogy a vágyaimat elégítsem ki, hanem arról szól, most már jó ideje arról szól, hogy hol dolgom nekem felelősséget vállalni, és hogy tudom én ezt a legjobban csinálni. És én ezt ebbe a szexuális purgatóriumba tudtam ezt megélni és tapasztalni. Szeretett üdvözöllek, Jós István, megyünk tovább a szex témával, szexualitás volt a legutóbbi videóban is a téma, és többektől jött valahogy ez a téma, ez egy újra és újra megtalál, hogy a szex önmagáért. Vagy van-e ilyen, hogy a spontánan felszabadult a következmények nélküli szex? Ugye rólam tudható, többször is elmondtam, hogy nekem volt egy nagyon aktív 10 éve ilyen téren, hogy nőkkel kapcsolódni, mondhatnám úgy is, hogy nőcsábászat, ennek sok oka volt, főleg életben kellett maradjak, akkoriban ilyen módon tudtam egyáltalán magam számára való sikerélményekhez juttatni magamat, tehát kicsit egy ilyen fulladás közi állapotban nekem ez volt az a terület, ahol könnyen jöttek sikerélmények. Annak idején indultak az internetes társkeresők,
A lényeg, hogy sok ilyen élményem gyűlt, és tapasztalati alapon mondom tehát ebből kifolyólag, hogy mindennek ára van. És ilyen értelemben a szexuális kapcsolódásnak, a szexualitásnak is ára van. Tehát, hogy egyrészt persze van ez a spontaneitás, van az, hogy éld meg, van az, hogy merd vállalni, van az, hogy fedezd fel magad. Ugye mondom mindig, hogy ebbe a középső tudatos önismerettel foglalkozó időszakban a szexuális forradalom egy kihagyhatatlanul fontos téma. Tehát, hogy ehhez élményeket kell szerezni. Élményeket kell szerezni egyrésztről, és itt abba is hagyhatnám a videót, hogy így hajrá, menj, éld meg magad, és regisztrálj ide-oda, amoda, és kapcsolj, akivel csak tudsz. De másrészt ennek az élményszerzésnek valahogy a lényege pont az, hogy a lényege pont az, ugye szoktam erről úgy beszélni, hogy pokoljárás, meg szoktam erről úgy beszélni, hogy bűnbe esünk itt, mert megtagadjuk a mintáinkat, és szembeköpjük a szüleinket, és olyan dolgokat csinálunk, amit egy korábbi önmagunk szerint sem volt esetleg helyes, de arra jövünk rá, hogy a korábbi önmagunk az börtönben élt, mert a minták, a szocializációnk, a társadalmi szabályok minket börtönbe tartottak, és akkor itt ugye ez a szabadságharc, ez a forradalom, ez a fedezd fel önmagad. Tehát, hogy egyrészt így menj, persze menj, de másrészt a tapasztalat pont ebből a túlzásbeesésből fakadóan, és egyébként nekem is ez volt, hogy a szexualitás az, ez egy megint egy nagy fogalom, de hogy én ezzel az élménnyel zártam ezt a korszakomat, hogy a szexualitás az tényleg szent. Tehát a szexualitás az emberi kapcsolódásnak talán a legmélyebb, mindenképp az egyik legmélyebb, legelementárisabb, legesszenciálisabb, az egy jó fogalom módja. És ilyen értelemben nincs olyan, vagy legalábbis nekem, tehát nekem ez a tapasztalatom, hogy nincs olyan, hogy csak szexelek és megy tovább az élet, mintha mi sem történt volna. Illetve azt látom, hogy nagy árat fizet az ember, ha azt hiszi, vagy úgy tesz, mintha lehetne csak úgy szexelgetni. Csak úgy szexelgetni, és aztán utána tovább menni. Az én tapasztalatom, hogy nem. Az én tapasztalatom, hogy ott a szexus az mindig egyfajta szent, valahol egyfajta szent kapcsolódásnak a megélése, a szexualitás, amit persze meg lehet taposni, meg sárba lehet, tényleg sárba lehet dobni, és lehet rajta ugrálni, de ettől még, tehát valahol nekem az egész szexuális forradalom, meg ez a nőcsövesz időszak, ez pont erről az ellentmondásról szólt, hogy egyrészt vannak az én vágyaim, és másrészt van az, hogy mi a helyes. És abban, hogy az én vágyaim azzal, hogy mi a helyes, már pedig konfrontációban vannak, és szembe mennek egymással, és hogy ezek közül igazából mit kell nekem választanom, azt, ami az én vágyaim, vagy azt, ami az életben helyes, nekem pont a nőcsebászat, meg ez a sok spontán és részben szexuális kapcsolat volt, ami egyébként azt az élményegyüttest adta, amitől ez bennem eldőlt, amitől ez bennem úgy dőlt el, hogy ezekkel én nem játszhatok. És még egyszer, játszanom kellett. Játszanom kellett a tűzzel, játszanom kellett az energiával. Ugye a szexualitás tényleg az energiának egy ilyen eszenciális formája, és azt kell látni, hogy az ember, ahol az ember figyelme van, ott működteti az energiáit. Amerre a vágyai viszik, arra áramolnak az ő energiái. És a szexualitás, hogyha a szexualitás a top prioritás, akkor ezzel egy időben például a munka nem lesz az. És például egyébként a család sem lesz az. Tehát ha férfiként vagy nőként nekem a szexuális élmények a top prioritás, egészen biztosan nem tudom a karrieremet úgy építeni, és nem tudok a családban, apaként vagy anyaként, férként vagy feleségként úgy helytállni, mintha ott lenne az energiám. Tehát, hogy valahol a szexualitásba magát megélni próbáló embernek a figyelme abszolút ezen az egyébként szóval tűzzel játszik bizonyos értelemben. Csak még egyszer, azért nehezek ezek a videók, mert itt igazából lehet, hogy ennek a videónak így, ahogy most elmondom, semmi értelmezéget a világon, hanem kétféle videót kéne csinálni. Az egyik az, hogy hello, éld meg magad, és ha vágyaid vannak, akkor menj, és igenis ez jár, és te legyél istennő, és élvezd a férfiak imádatát, és ez a női verzió, és a férfi verzió, meg hogy igenis te legyél felfedező, meg kalandor, és akkor csábítsd el, akit tudsz, és játssz ezzel, és éld meg a nagyszerűséget és a forradalmat szexuális téren, kéne az egyik videó legyen. Pont, tehát hogy nem
Mert miért? Mert utána abból lesz a másik videó tartalma, ami meg a saját élményt narrálja, hogy igenis túlzásba lehet esni, és igenis nem helyes ezzel játszani, és nem helyes csak úgy szexuális úton kapcsolódni. Csak ugye most ez a videó, amit most mondok, azért meglehetősen értelmetlen, mert aki még a szexuális tabú döngetés és forradalom előtt van, könnyen azt veszi ki ebből, hogy oké, akkor ez nem helyes, mert hát úgyis rossz vége lesz, ahelyett, hogy megélni. Mert ugye pont ez a nehéz, hogy abból, hogy én csinálok itt egy videót, mint valaki, aki ezt tapasztalta, vagy mások, akik ezt tapasztalták, ezt elmondják, attól még ezt nekem is tapasztalnom kellett. Tehát valahogy ez a videó lényege az, hogy döntsd le a tabuidat, és tudd meg tapasztalati úton, és ami ki fog derülni, az, hogy amit most mondok, hogy a szexualitás szent, és diszfunkcionális az emberi működése, hogyha ha a szexuális vágyai azok, amik az életében a döntéseit meghatározzák. Ugyanakkor ezen nekem is túl kellett jutnom, mert annyira sok belém folytott frusztráció meg vágy volt szexuális téren a nagyon konzervatív neveltetésemből következően, hogy 30 éves koromra az egész így felrobbant egy net szexuális forradalomként, és túlzásba kellett essek, hogy most itt tudjak ülni közel 50 évesen, és el tudjam mondani azt, hogy nem, valóban egyébként a monogám házasság az sokkal jobb, mint a szexuális kalandozás. De ugye még egyszer, a monogám házasság az akkor működik, hogyha az ember az egész életét tényleg így egy kalapként egy szögre fel tudta akasztani. És az egy szög, az még mindig az, hogy mi az én dolgom a világban. És hogyha, mert valamihez képest tudja a szexualitás is a helyesen a helyét elfoglalni az életben. Így tudom még ezt mondani. Ugye ebben a tudatos önismerettel foglalkozó korszakban a szexualitás pont az egyik nagy tiltás után felfedezendő nagy olyan életterület, ami korábban tabuként tényleg nem volt engedélyezett. És ilyen értelemben alulról, vagy tényleg, tehát így ebből a rendből, a helyéről az ember figyelme kiragadja, és a helyére vissza a szexualitás, meg a munka, meg a család, most csak hogy három nagy témát, ami az ember életben úgy tűnik fontos, említsünk, akkor tud kerülni, hogyha ha a leges, tehát na, úgy tudom még ezt mondani, hogy meg kell próbálni, tehát az embernek a vágyai által meghatározott ábrányait arról, hogy mit kéne első helyre helyeznie, ki kell próbálnia ahhoz, hogy tapasztalati úton meggyőződjön arról, hogy valóban helyes és jó-e nekem az, hogyha az első helyre ezt helyezem, ezt a témát. Tehát például a szexualitás. Nekem tényleg kellett ez az intenzív nőcsebászat. Ugyanígy egyébként az önismeret is átmenet volt egy idő, hogy az önismeret volt az első helyen, és az is kellett ez a fajta illúzió, hogy majd én megvilágosodom, és akkor ez a megoldás, ezt is ki kellett próbáljam. És aztán mindenek a feloldása végül az lett, hogy megtaláltam azt, aminek tényleg az első helyen kell lennie. És ugye aminek tényleg az első helyen kell lennie, az, hogy a teremtés nálam nagyobb. És mivel a teremtés nálam nagyobb, most független attól, hogy ezt hogyan hívom egyébként, vagy mi ez a fogalmam, én boldog csak úgy lehetek, hogyha ebben a nagyobban, ami a teremtés, megtalálom azt, ami az én helyem, és az az én helyem, ahol én hasznos vagyok. És hogyha megvan az, ahol én hasznos vagyok, akkor ahhoz képest van egy harmonikus családi működésem is, mint férj, feleség, apa, anya, és van egy harmonikus szexualitásom is, ami nem folyamatos, egésznapos orgazmusról szól, hanem az élet rendjében ennek megvan a helye, meg megvan az ideje, és ugye a munka is ugyanígy a helyére kerül. Tehát, hogy ezt másképp úgy tudom még mondani, most kicsit más téma, de tök fontos, hogy tehát én nem azt látom, hogy végül egyensúlyozni lehet mondjuk munka, magánélet meg szexualitás között. Vagy munka, magánélet és különböző függések között, hogyha a szexualitás kicsit most így kitágítom, akkor ide beteltem a játékszenvedélyt, meg az alkoholt, meg a drogokat, meg pornót, meg akármi mást is. Nem azt látom, hogy az ember végül megtanul egyensúlyozni, hanem azt látom, hogy az ember végül megtalálja azt a legmagasabb prioritást, leghelyesebb célt a saját életébe, amikhez képest minden más, hogyha megvan egy, ami nekem a legfontosabb cél az életben, minden más automatikusan elfoglalja a helyét olyan módon, hogy alárendelődik. Mert van egy, ami minden másnál fontosabb. És az az egy, ami minden másnál fontosabb, az én mindig az ügy és a küldetés. Amit mi férfi és nő együtt tudunk jól szolgálni. Egységben. Ugye ez a férfi-nő kapcsolódásnak ez az evolúciós szintje, hogy azután, hogy volt a párkapcsolatok világa, és aztán volt a szabadság, és a én egyedül megélem magam a szexualitásom mindenféle kalandokban alkalmi, vagy közepesen tartós, vagy rövidtávú partnerekkel.
utána jön az, hogy férfinő egység, és a férfinő egység az attól működik, hogy van egy iránya, van egy célja, van egy ügy, van egy küldetés, van egy teremtett világ, amihez képest, tehát hogy többé már nem mi vagyunk a legfontosabbak, és nem én vagyok a legfontosabb, és nem a szexuális vágyaim a legfontosabbak. Tehát meg kell próbálni, és bele kell tenni bátran az energiát abba, hogy én azt felvállalom, hogy én most már pedig szexualitást akarok, és hajrá, és tedd, és elképesztő élmények várnak. Tényleg nekem férfiként is az élményem volt ez, hogy te jóságos ég, mi mindent nem tudtam a férfi orgazmusról, meg a megélés mélységeinek és magasságainak lehetőségéről, mint a szexualitás egyébként tartogat. Hajrá, tessék ezt megtapasztalni, de hogy végül a végkonklúzió nekem mégiscsak az, hogy tényleg a szexualitás szent. És hogy ilyen értelemben az élet szentségének a része a szexualitás is, és a maga helyén kell az életben működjön, és semmiképp sem lehet a legfontosabb az életben. Nekem ez a következtetésem. Ez most csak egy ilyen kitérő, mert valahogy ilyen visszatérő téma volt az, hogy akkor így mi van ezekkel az alkalmi kalandokkal. Az van, hogyha erre vágysz, akkor ezt kell most tapasztald. És ne hagyd, hogy bárki lebeszéljen, és ez a videó se beszéljen le, ne azt a részét halld meg, hogy lehet, hogy nem ez lesz a megoldás, hanem akkor mend és csináld és tapasztald. Ugye még egyszer a férfinő folyamat, most ezt ismételten elmondom, és most folyamatosan fogom mondani, mert tényleg ebben segít, erről szól. A férfinő folyamat első és második modulja, a férfi út első-második modulja, és a nőjút első-második modulja, és erről szól, hogy az első modul nagy részt arról, hogy lettem az, aki vagyok, mik ezek a keretek, minták, stb. Tehát, hogy miért lettem ez, aki vagyok, hogy jutottam ide 30-40-50 éves koromra, ezt meg tudod érteni ebből a két anyagból, az egyes modulból, a férfi és a nő egyes modulokból. És aztán a kettes modul szól arról, hogy a szabadság, meg hogy hogyan kell, és már pedig ki kell ebből törjek. Tehát egyrészt miért van rendben az, akivé lettem, miért kell, és hogyan tudok ezzel én békét találni, és másrészt miért nem a történet vége, hanem pont, hogy most kezdődik a történet izgalmas része, és hogy tudok ebből én kitörni, és aztán utána a harmadik modul azoknak, akiknek ez már időszerű, szól arról, hogy tudom helyemet elfoglalni. De ez bocs, hogy tényleg így következetesen, mert az az élményem, hogy egy 10 perces videóban egyszerűen nem tudom, tehát ez annyira komplex, hogy nem, meg annyi tapasztalatom mögött, nem tudom átadni. Tehát, hogy frusztrált vagyok ezekben a videókban, mert, és ebből is látszik ez a mai videó is, hogy össze-vissza kanyargok helyett, hogy egyszerűen elmondanék egy témát valahogy lineárisan, mert annyi minden kapcsolódik hozzá, és ugye ez a férfi út folyamat, meg női út folyamat, ezek az online kurzusok, ezek ezért nagyon erősek, mert másfél-két órás előadásokban beszélek erről, és közel egy órás feladat csomagot adok hozzájuk, hogy akkor mit gondolj át, mit csinálj, mit gyakorolj, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon ajánlom ezeket az új férfi út folyamatokat, az én akadémia oldalán elérhetőek. Köszi a figyelmet, figyelem továbbra is a témafelvetéseket, és a szexualitást éld meg, ne foglalkozz semmivel, bárki bármit mond erről, bárhogy vissza tartaná esetleg téged, de ettől még a konklúzió nekem úgy tűnik az, hogy a szexualitás végül szent, és az életrendjében a helyére kell kerüljön ez is. De még egyszer ahhoz, hogy ez megtörténhessen, először a saját szexualitásod nagy szabadságának a katarzisán igenis át kell mindenki menjen. Köszi a figyelmet, hajrá, jó munkát mindenkinek!